Sok-sok éven keresztül gondolkodtunk rajta, hogy feltöltsük-e az internetre azokat az úgynevezett hasznos információs programfilmeket, amik csak a Tájföldi Magyar Központban tekinthetők meg. Főleg, hogy ezeknek a 4-5 perces kisfilmeknek még egy sötét mozihelységet is létrehoztunk a magyar szállodában. Értelemszerű, hogy ha ezeket közzétennénk a YouTube-on, akkor mi értelme volt a rengeteg munkának, beleölt pénznek, és természetesen miért keresnének minket a Phuketre érkező idegen hoteles magyar turisták? Vagy miért foglalnának szállást nálunk a vendégeink, hiszen van szálloda bőven, igaz, tele oroszokkal. Ha viszont csak mondjuk, hogy a programokon, kirándulásokon mi többet, jobbat vagy olcsóbbat tudunk nyújtani, mint az máshol elérhető, akkor azt miért hinné el bárki, ameddig még nem járt vagy lakott nálunk? Ezért most 20 év után nyilvánosságra hozunk egy ilyen anyagot, de mivel körülbelül 500 választható program lehetőség van Phuket-szigeten a magyar programirodában, kiszámoltuk, hogy ha mindegyik részletes filmet ebben az ütemben tennénk közzé, akkor körülbelül 10 000 év múlva lenne fent mindegyik a YouTube-on. Tehát megengedhetjük magunknak, hogy egyet megismerjenek azok az utasok is, akik nem minket választanak a fakultatív programok foglalásakor. Persze az is lehet, hogy ez az információs film nyilvánosságra hozatala majd meghálálja magát, és a jövőben már mindenki elgondolkodik rajta, hogy elmenjen-e tájirodától commerce turistaként, vagy inkább bejöjjön a magyar központba, és tele-tele hasznos információkkal felkészülten vágjon neki annak. Ugyanis mi minden esetben törekszünk arra, hogy a rengeteg információ mellett próbáljuk a programokat magyar pénztárcákhoz szabni, valamint egyik nagy reklámunk, hogy saját vendégeinknek minden esetben többet, jobbat vagy olcsóbbat kell kapniuk, mint a más irodákat választott utasok. Most viszont ennél az egy kirándulásnál elveszítjük a többet, jobbat jelzőket, hiszen bárki hozzáfér a Tigris Park és a Big Buddha részletes információihoz. Sőt, a film végén még a Csalongi templomnegyed is bemutatásra kerül. Ezért ezt a programot már tényleg csak az olcsóbban kifejezés miatt érdemes a magyar szállodában foglalni. Induljunk csak ki abból, hogy a szállodától a Buddha-hegyre egy tuk-tuk 500 és 700 watt között vállal egyirányú, várakozásmentes fuvart. Értelemszerűen vissza is ugyanennyi lesz. Ez nálunk most a következő magyar nyelvű bemutató filmmel, oda-vissza fuvarral és egy óra várakozással összesen 300 watt per fő. De ez még nem minden. Hiszen amennyiben a Tigris Park látogatása a Big Buddha program keretein belül történik, akkor sem a fuvarra, sem pedig a várakozásra nem számolunk semmit az utasainknak. Vagyis az alap 300 watt per fő Buddha program árában a Tigris Park kitérő és az ottani várakozás is megtörténik, majd utána innen a parkolóból visz fel titeket az autó a Big Buddhához. Természetesen a választott tigriseket ettől még ki kell fizetni, viszont ebben a verzióban nincs szükség másik napra és újabb fuvarköltségre azoknak, akik a tigrisekkel szeretnének személyesen találkozni. Figyelem! A főszezonban itt sokan lehetnek, ezért a várakozás akár egy órát is igénybe vehetne, éppen ezért azt ajánljuk, hogy még nálunk a programirodában találjátok ki, hogy mekkora méretű tigrisekkel szeretnétek kontaktban lenni. Ekkor mi be tudjuk jelenteni ezt még innen a szállodából, amivel időt nyertek, hiszen már várnak titeket a területen. Az utazás leginkább a Magyar Központ buszaival történik, de kis létszám esetén ez bármelyik autónk lehet. Egy biztos, hogy a logó mindegyiken messziről látszik a parkolóban. Bent majd figyeljetek arra, hogy a recepciónál fotósokat fognak ajánlani nektek, akik 500 batért elkészítik a képeiteket. Csak éppen azt nem teszik hozzá, hogy területenként 500 bat, tehát a jó megoldás, hogy nem kértek fotóst, egymást fényképezitek, filmezitek ingyenesen, vagy éppen 100 wattal átadjátok a telefont bármelyik gondozónak, hogy készítsen rólatok felvételeket. Ezzel az információval nem dobtok ki pénzt feleslegesen, sőt, ti már a kocsiban nézegethetitek a saját telefonjaitokkal készült anyagot. Vagy már is küldhetitek Magyarországra ismerőseiteknek a lenyűgöző vagy éppen meghökkentő felvételeket, mivel a magyar buszban van internet. Belül a parkban egy nagyon szép, rendben tartott zöldkertes terület fogad majd titeket, ahol folyamatos kíséretet fogtok kapni a zárt kertek. Ott vesznek majd át a gondozók és visznek be titeket az állatokhoz. Általánosságban 1/4 órát engednek területenként, vagyis a választott tigris méretenként. Figyeljetek viszont arra, hogy gyermekek majd csak a kicsikhez mehetnek be, mivel a nagyok csak felnőtteket esznek. Amikor készen vagytok, kisétáltok a parkolóba, beültök a kocsiba, és az visz fel titeket a gigantikus szoborhoz. A Buddha-hegy.
Kisebb utazás után megérkeztek a Big Buddha szobor mögötti parkolóba. Kiszálláskor megnézitek az órát, és hogy ne várakoztassátok meg egymást, kérjük, hogy egy óra múlva ismét találkozzatok az autó mellett. Vagyis egy óra elteltével visszamentek a kocsihoz a parkolóba. Sok téves info kering a még ma is épülő óriási létesítményről. Egyik ilyen, hogy Phuket sziget legmagasabb pontján található. Ez nem igaz, mert egy 400 méter magas hegyen épült a jelenleg világ és Guinness rekord szobor. A teljes építmény 45 méter magas, igaz a parkoló síkjától mérve. A belül üreges óriási vasbeton szerkezetet fehér márvánnyal burkolták, valamint nem templom funkciót, hanem meditációs terület szerepét fogja majd betölteni. Olyan furcsa információkat is lehet hallani, hogy azért találták ki és építették, hogy a szigetet megvédje a cunamitól, viszont ne felejtsük el, hogy a szobor már készült akkor, amikor még azt sem tudta senki, hogy létezhet vagy jöhet ilyen természeti katasztrófa. Tehát ott tartottunk, hogy kiszállás után pontosítjátok a többiekkel az egy óra múlva történő visszatérés időpontját, és induljatok el a bejárat felé. A lányok ügyeljenek arra, hogy a ruházatotok takarja a vállakat és a térdet. Ha elfelejtettétek, vagy nem készültetek erre, akkor a bejáratnál lehet strandkendőket vásárolni, és azt használjátok. A szobor bal válla felől fogtok beérkezni, és először a kínai buddhizmussal fogtok találkozni, majd azt követően ruha, sapka, ital és fagyisopokkal. Közvetlen utána érkeztek ki a nagy térre, amiből nem csak jó panoráma nyílik a csalongi öbölre, hanem innen vezet fel a széles lépcső a szoborhoz. Lentről még a legtöbb telefon és fényképezőgép is alkalmas arra, hogy beleférjen a teljes buddha kijelzőbe, de ez már fent nem biztos, hogy sikerülni fog. A reggeli órákban értelemszerűen a buddha arca lesz világos, és a keleti öböl a homályos, délután ez pont fordítva van, hiszen nyugatról süt a nap, vagyis a szobor háta lesz a fényes. Pontosan ezért a felvételeken ekkor próbáljátok a buddhával eltakarni a napot, különben nem lesz jó a film vagy fotó. Dél körül viszont, amikor ti lesztek itt, majd már nem kell figyelni a világos és sötét területekre, hiszen fentről süt a nap. Amikor felérkeztek a széles lépcsőn, nyugodtan menjetek be a szobor belsejébe, majd egyenesen hátul ki is tudtok menni, majd jobbra vagy balra fordulva gyertek vissza a buddha elé. A film készülésekor itt mellette találjátok a hét napjainak a buddha gesztusait. Mégpedig 8 különböző alakzatban, hiszen a szerdai napon 2 is van. Vasárnappal kezdődik, majd értelemszerűen a hétfő, kedd, szerda, csütörtök, ő maga az ülő buddha, a keresztbe meretetkező a péntek, és a sárkányos lesz a szombat. De rá van írva angolul és tájul is. Amikor itt megvagytok, mellettetek lesz az eldugott déli kilátó, ami nincs kitáblázva, legalábbis most a filmkészülésekor, és a bokor csoport is takarja. Ezért ezt a turisták általában kihagyják, pedig innen aztán tényleg kiváló panoráma nyílik a sziget teljes déli részére. Mindkét oldali tengerre és a környező szigetekre. Lon-sziget, Maiton, Koral, Racsa-nagy, Racsa-kicsi, Keoyai, Keonoy, csak hogy néhányat említsek. Természetesen a sziget legdélebbi pontja, Promtep kép, Kis-Katabics és Nagy-Katabics is látható. Alattatok a főút pedig a Patakród, amin elindultatok a szállodától, csak megkerültétek közben a hegyet. Tehát kis gyönyörködés után pár fotó, gyertek ki a fák alatt, de figyeljetek arra, hogy most ne a nagy lépcső felé vegyétek az irányt, amin feljöttetek, hanem közvetlenül mellettetek a kis lépcsőn sétáljatok lefelé. Ekkor fogtok bejutni az a hatalmas tető alá, amit ideiglenesen a szent tárgyak megóvására, papok áldásadására és néhány kis shop működtetésére használnak. Ha nincsenek sokan a szerzetes előtt, akkor megnézitek az órát, és ha nem húztátok el feleslegesen fent az időt, akkor van lehetőségetek a buddhista szerzetes elé térdelni, aki felrakja azt a szent madzak karkötőt, aminek leszakadása elviekben megszabadít egy rossz karmától. Ha viszont valakinek ez a legfontosabb és nem a panoráma, vagy a szobor és közvetlen környezete, akkor kérjük, hogy fordítsátok meg az útvonalat és itt kezdjetek, majd ennek végeztével a maradék időt fordítsátok a fenti területre. Természetesen az itt töltött egy óra úgy van kiszámolva, hogy normális esetben minden kényelmesen beleférjen, és se rohanós, se unalmas ne legyen a terület. De azt se felejtsétek el, hogyha a szerzetes előtt 50 méteres sor van, akkor 2 óra is kevés lenne, és azok a hozzátartozóitok és egyéb turisták, akik nem szeretnének áldást, bizony nem fogják érteni, hogy mit csináljanak, ha már mindent láttak és mindent bejártak.
Tehát áldáscentrikusok egyenesen a paphoz, és a maradék idő pedig a szobor és a panoráma, mindenki másnap pedig a nagy lépcsőn fel, és az előbb említett útvonal és sorrend. Figyeljetek arra, hogy a majmok akár csoportosan is felbukkanhatnak, és elvehetnek tőletek minden olyan terméket, amit ételnek vagy italnak gondolhattak. Továbbá a földön heverő szemetet sem a helyi tájok vagy a turisták dobálták el, hanem ezek a majmok szedik ki a kukákból. Találkozni fogtok még nagy gongokkal, amit egy ritmusos simogatással meg tudtok szólaltatni. Próbáljátok ki ezt is, ha van kedvetek, de a lényeg, hogy a kiszállástól mérten egy óra múlva legyetek ismét a kocsinál, mert még fél óra utazásotok lesz vissza a szállodába. Ha viszont a csalongi templomokat is ebbe a programba kértétek, akkor innen utaztok tovább Thaiföld egyik leghíresebb szent negyedébe. Mivel az elmúlt évtizedekben csak nagyon ritka esetekben kérték az utasok magában a Wat Chalong templomokat, ezért raktuk össze a Buddha egy programmal, hiszen az oda-vissza utazás és a programbemutatás több időt venne el a nyaralásból, mint a templomoknál töltött idő. Így viszont ez ismét 300 baht per fő árban gazdaságosan megoldható, és az utasoknak is költséghatékony, hiszen 15 perc alatt eléritek a területet a hegyről. Ott ismét egy órát töltötök a híres templomoknál, és utána viszont 30 perc alatt értek vissza. Vagyis körülbelül 4 óra elteltével visszaértek úgy, hogy a Tigris Park, a Big Buddha és a Wat Chalong is kipipálva. De mi is ez a Wat Chalong? Kezdjük a nevekkel. A Wat templomot a Chalong szó ünnepet jelent tájul, de ez esetben a település neve, amin fekszik, kapta meg a Chalong nevet. Bár a templom eredetileg Wat Chaiyatararam, de ezt a helyiek sem használják már. Mindenki Wat Chalongként ismeri az egész országban. Az első templom itt több mint 200 éve épült, és két híres pap alapította, Luangpo Cham és Luangpo Chuang. Ők a kínaiak elleni lázadásban is, de legfőképpen a gyógyfüves ismereteikkel és a gyógyfüves gyógyításban váltak rendkívül híressé. Természetesen erre felfigyelt az ország, és a terület bővítésével újabb templomok épültek a régi kis templom köré. Teljes Thaiföld területéről elutaznak ide a jó buddhista tájok, hogy tiszteletüket tegyék és imádkozzanak. Többek közt ez miatt is a Wat Chalong a leghíresebb templom Phuket szigeten. A Wikipédia azt mondja, hogy a Wat Chalong területén található legújabb épület egy 60 méter magas csedi, amely Buddha csontszilánkjait védi. Ez annyiban nem állja meg a helyét, hogy azóta már épült itt újabb templom is, de minden másban igen. És bár órákat, sőt napokat lehetne beszélni itt mindenről, de megpróbálom rövidre fogni, és majd amikor visszaértek és kérdéseitek lesznek, akkor személyesen megválaszolni azokat. A magyar busz majd úgy fog megállni, hogy mindegyik templom egyetlen perc alatt elérhető legyen, viszont ti a legmagasabban kezdjetek, miért? Mert itt ha felmentek és onnan körbenéztek, akkor egy élő térképet kaptok a területről, vagyis jól megtervezhető majd a további templomok látogatása. De ezután még ne menjetek lefelé, hanem teljesen fel a toronyba, ahol központosan elhelyezett és üvegfallal elkerített Buddha csontos rész fogad. Igen, a kristály poharakban vannak azok az apró maradványok. Természetesen a gömbben lévő Buddha fog feletti kristálycsúcs is a templom tetején lévő 5 karikával van mértani pontossággal elhelyezve. Most beszélhetnénk ezekről a karikákról, de foglalkozzunk inkább az alatti résszel. Értelmezhetitek ezt úgy, mint materiális és szellemi sík kapcsolódása, vagy éppen mint égi-földi antenna. Lent a rendezett kertben majd megtaláljátok azt a faházat is, ahol a fent említett két híres papja szobrát, és középen pedig a leghíresebb szerzetest láthatjátok, neve Luangpo Tuad. Továbbá az első templomot, az óratornyot, melytől a táj napszakok, mint például az éjjel, reggel, kora délután, késő délután, esti időszakok lettek elnevezve, vagyis a Ti, Chao, a Bai, Yen és a Tum után teszik a számokat. Érthetően itt senki se számítson egy este 7 óra esetében 7-es vagy 19.00 számokra, hiszen ez az időpont az 1 Tum, vagyis tájul Nüng Tum. Esti 8 óra pedig a Song Tum, vagyis 2 Tum, és így tovább. Szintén itt a templom kertben találjátok a még ma is üzemelő hamvasztó templomot, és mögötte pedig a többnapos virasztásos ravatalozást. Anyukámtól, apukámtól, vagyis Norbi nagymamájától és nagypapájától is itt búcsúztunk 2019-ben és 2022-ben, vagyis a tájidőszámítás szerint 2562-ben és 2565-ben.
Kérjük itt is, mint a Big Buthánál, hogy a kiszállástól számított egy óra után üljetek vissza a magyar mikrobuszba, hiszen még 20-30 perc utazás vár rátok a szállodáig. Szép napot, érdekes helyszíneket, és a Tigriseknél pedig izgalmas kalandot kíván a Tájföldi Magyar Központ.